És velünk szemben már Gáti Anna, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kulturális szervezője. Jó reggelt kívánok! Ezért csókolom. Bezártak a könyvtárak, a Szabó Ervin Könyvtár legalábbis a fővárosi. Mi történik most a könyvtárban? A munka az folyik továbbra is, tehát a dolgozók bejárnak, most jelen pillanatban az olvasók elől van bezárva a könyvtár. A kölcsönzéseket automatikusan meghosszabbítják. És a távszolgáltatás továbbra is működik. A távszolgáltatás az mit jelent, ilyen digitális szolgáltatás? Tehát az, hogy katalógust lehet nézni, adatbázisokat lehet keresni. Mi történik ilyenkor a dolgozókkal? Ugye önök egy nagy munkáltató cég, és ott vannak a könyvtáros hölgyek, urak, ők például most nem is tudom, tehát náluk például, vagy önöknél nem is tudom, hogy létezik-e ilyen, hogy home office, hiszen a könyvtárnál azt szoktuk meg, hogy oda megyek, és akkor segít valaki, aki könyvtáros. Igen, ez a vezetőknek a feladata eldönteni, hogy kinek milyen további feladatot osztanak. Bejárnak dolgozni a munkavállalói? Igen, igen. Esetleg egyéb intézkedéseket terveznek, gondolok olyanra, hogy elektronikus könyvtárban, vagy ami könyv digitalizálva van, lehetőséget nyújtanak esetleg az olvasóknak, aki szeretné használni, mondjuk ingyenesen, vagy csak ötletek, terveznek-e ilyesmit? Jelen pillanatban ezek az intézkedések. Jó, hát tulajdonképpen ami miatt hívtuk, ugye nem a koronavírus miatt hívtuk, hanem amiatt, hogy ismét meghirdetik a Janikovszky Éva meséíró pályázatot. Mit kell tudni erről a pályázatról? Mert ezt viszont lehet mesét írni, olvasni, mondani, most aztán lehet otthon a gyerekeknek. Lehet, hogy még termékenyebb időszak lesz, mint korábban. Hát ez egész. Igen, ebben bízunk, igen. Ez a 16. alkalom, amikor meghirdetjük ezt a pályázatot, a Móra Ferenc kiadóval karöltve, illetve a Budapest Főváros Önkormányzat támogatásával valósul meg ez a program. Mit kell róla tudni, tehát hogy mi a pályázati feltétel, meddig lehet elküldeni, milyen terjedelemben lehet, kik a bírálóbizottság tagja, mit lehet nyerni? Igen, ez jó sok kérdés volt, megpróbálok mindegyre válaszolni. A felhívás az a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján olvasható, tehát ott a pontos feltételek láthatók. A lényege az, hogy tulajdonképpen bármilyen témájú mesét lehet írni a tehát gyerekeknek. Semmiféle megkötés nincsen megkötés. Határon belül és kívülről is várjuk a meséket. Magyar nyelvű meséket, igen. A megkötés összesen annyi, hogy a terjedelme az azért nem végtelen. 15 000 karakterben maximáltuk, ez körülbelül 5 A4-es oldalnak felel meg. Kiktől várják? Milyen korcsoportoktól? Mert gondolom, hogy ez elég tág azért. 3 korcsoportba képzeltük el a beküldést. Az első korcsoport az a 7-9 évesek, a második a 10-13 évesek, illetve a harmadik a 14-16 éves gyerek. Ugyan zajlik a bírálat most például ilyen körülmények között, aztán meddig tart ez, és mi a mondjuk úgy, hogy nyeremény? Igen, a maga a beküldés az online történik, tehát a janikovszky@szeg.hu címre várjuk a meséket. A határideje az április 16-a éjfél, és utána 2 fázisban történik az elbírálás. Kik bírálják el? Az első körben könyvtárosok, tehát hozzáértő gyerekirodalommal foglalkozó könyvtárosok. Az első körben mennyi szó, hogy azt mondja, nyilván van már tapasztalat, hogy ez a 16. Hány mese érkezik? Tehát mekkora a dolgok ezzel? Hát nagy számra számítunk, ez közelítheti az 1000-et is. És ez az első körben történő bírálat után a tovább jutásra javasolt meséket egy szakmai zsűri bírálja, íróból és irodalomtörténészből álló szakmai zsűri. Jósolni szinte lehetetlen, de mit gondol? Lesz majd olyan gyerekmese, amelyik arról szól, hogy a gonosz csúnya kis vírus megpróbálta az emberiséget megölni, de a bátor emberek összefogtak, akár egy nép, akár egy nemzet, és legyőzte ezt a betegséget? Lesz valamilyen mese? Mit gondol? Én nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni. Nincs kizárva, de nem szeretnénk a gyerekek szájába adni. Én se, de ne ilyen mese legyen, hanem ilyen valóság legyen. Nagyon köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm.